minden mérkőzéshez úgy állunk hozzá, hogy mintha BL döntő lenne. Elsősorban a saját magunkra, a saját játékunkra figyelünk. Szeretnénk javítani azokon a hibákon, amik az eddigi mérkőzéseken voltak, nem csak a BL mérkőzéseken. És a másik fele pedig egy német csapatot, aki lebecsül, az nagyon hamar pólul jár, úgyhogy tudjuk, hogy milyen a mentalitásuk. Azt is tudjuk, hogy egy speciális kézilabdát 7-6 ellen játszanak nagyon sokat. Ezt nem elég visszaemlékezni rá, ezt edzéseken ugyanúgy kell gyakorolni. Mindig sok apróság van, ami eldönthet egy ilyen meccset, ezekre kell odafigyelnünk most is. Ha sikerül egy kompakt védekezést a pályára vinnünk és a szerzett labdákból eredményesen támadni, akkor nem lehet gond. Szerintem teljesen elégedettek lehetünk magunkkal. Én úgy gondolom, hogy ez gyakorlásként és felkészülésként mindegyik meccs kihozta azt, ami a hiányosságunk, és kihozta azt, amiben nagyon is jók vagyunk, de természetesen mindegyik edzésen azon vagyunk, hogy feljebb és feljebb lépjünk, ugyanígy ezek a mérkőzések is arra szolgáltak. Hála Istennek idén nem olyan erős csoportba kerültünk, mint tavaly. Ennek is nagyon örülünk, de megyünk tovább.